Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 25-én indulnak a titokzatos, misztikus éjszakák, a jó szellemek éjszakái. Ez 12 napig fog tartani. Minden éjszaka kihat egy hónapra, jövő évre. Tehát december 25-e az első éjszaka, a jó szellemek éjszakái, ez kihat 2024. január hónapra. Ezen az éjszakán kívánhatsz valamit, mert ez a kívánság megvalósul. De minden nap más témák vannak, tehát legyen összefüggés a kívánság és a témák között. Január hónap az tulajdonképpen a bak jegyéhez tartozik. A téma ebben az esetben az, amit a bak jegye szimbolizál, hogy legyenek magas célok. Legyen meg a türelem, a kitartás, hogy ezeket a célokat elérjük. Az is fontos, hogy megkapjuk másoktól az elismerést. Amit még ez a jegy jelenthet, hogy éljük a hivatásunkat. Ami a párkapcsolatot illeti, hogy legyen meg a stabil párkapcsolat. Tehát ezekről a témákról van szó. A célokról, az elismerésekről, a biztos párkapcsolatról és sikerekről, ami a munkahelyet illeti, ami a hivatást illeti. És hogy legyen meg a türelem, a kitartás ezeket a célokat elérni. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. A téma az, amiről beszámoltam. Részt vehetsz ezen a szertartáson, az energiai egyensúly az 4000 forint. A kívánságról van szó, kívánhatsz valamit, ami ebbe a téma körbe tartozik. Mivel a bak jegye fölött Szaturnusz bolygó uralkodik, ehhez a témához ezt a jóslást választottam, a sors kereke. Hiszen Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Tehát ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy milyen sorsdöntő események, változások lesznek jövőre. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ha szeretnéd azt, hogy a jóslás mellett bepillantsak a horoszkópodba, mégpedig, hogy megnézzük a munkát, a hivatást, a nyilvánosságot, vagy azt, hogy hol található, melyik életterületen nálad Szaturnusz bolygó a sors bolygója, és azt is megnézzük, hol mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, melyik életterületen vannak nálad sorsdöntő események. Ebben az esetben, ha kéred az asztrológiát a jósláshoz, akkor a díjam az 10.000 forint. Én a védikus asztrológiával dolgozom, és ez egy nagyon precíz számítás. És most megnézzük azt, hogy milyen események lesznek, sorsdöntő változások jövőre, mit mutatnak a kártyák. Itt láthatóak az érmék. Jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, vagy a hivatást.
ez a férfi tanul valamit, olvas valamit, ez lehet egy továbbképzés. Vagy azt is jelentheti, hogy egy bizonyos eseményből tanultál valamit. Itt sok a munka, a tevékenység. Ez lehet, hogy rád vonatkozik, hogy szorgalmas vagy, mellette tanulsz még valamit, vagy ügyelsz az anyagiakra, de jelentheti az ő helyzetét is, hogy ő nagyon elfoglalt. Lesznek változások, hiszen itt látható, hogy az egyik partot elhagytátok, és közeledtek a másik parthoz. Útban vagytok, egy új irány. És itt a 10-es szám szintén változásokra utal, hiszen ez a 10-es szám jelenti azt, hogy kezdődik egy új periódus az életedben, vagy az életetekben. Lehet, hogy nála is lesznek változások. Újra az érmékről van szó. Jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de jelentik a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, vagy mások, hogy megkapod az elismerést, javul az anyagi helyzet is természetesen. És itt a hold utalhat az anyukádra, vagy az anyai érzelmekre. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és itt az érmék a föld elemét jelentik, tehát ez az álom most megvalósul. Itt látható egy szerelmes pár, szerencséd lesz a szerelmi élet területén is. Ami a munkát, hivatást illeti, ez a kártya jelenthet szerződéseket, vagy azt is, hogy te szívvel, lélekkel csinálod a dolgokat. De elsősorban itt szerelemről van szó. Ez a férfi elhagyja a könnyek mezejét. Lezár valamit, lesz egy új irány. És ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz az érmék felett. Ez jelentheti az anyagi jólétet, vagy egy jó ajánlatot, ami a munkát, a hivatást illeti. A párkapcsolatban itt, ezen a képen látható, hogy elfoglalod a helyedet. Ez egy biztos, stabil párkapcsolat lesz, de neki előtte még itt le kell zárnia valamit. Itt tulajdonképpen nagyon összeilletek, hiszen ha te vagy egy hölgy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, és a párod, mint egy király, mindketten uralkodtok a víz eleme felett, a kelyhek felett, és az jelenti az érzelmeket. Itt mély érzelmekről van szó, de mint egy király és egy királynő itt meg lesz a fellépés, a magabiztos fellépés, és lesznek elismerések is. Hiszen ti itt összetartoztok, itt is látható a szerelem. És ezek a sorsdöntő változások lesznek jövőre. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!